A kalászosok betakarítását követően szinte elenyésző csapadék érte a földeket, így a még betakarítás előtt álló mezőgazdasági termények szinte mindegyikét a szájkár sújtotta. Jelentős a terméskiesés a kukorica és a burgonya földeken, de a dohány és alma termesztők is jeleztek károkat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal felé. Az aszálykárra, illetve kárenyhítésre azok jogosultak, akik jelentkeztek a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerbe, és szeptember 15-ig a hozzájárulási kötelezettségüknek eleget is tettek. Aki nem tett eleget szeptember 15-ig, vagy nem tesz eleget szeptember 15-ig a fizetési kötelezettségének, hozzájárulási kötelezettségének, a sajnos későbbiekben ebből a keretből nem igényelhet a kárai enyhítésére vonatkozólag semmilyen összeget. A termelők azon kívül, hogy van ez a fizetési, illetve hozzájárulási kötelezettség, még van egy fontos időpont, amit be kell tartaniuk, az pedig az, hogy november 1 és november 30 között a kárukat írásba a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatal felé jelezniük kell. Ez után válhatnak jogosultá a kárenyhítés összegére. Azok a termelők jogosultak a kártérítésre, akiknek az árbevétel kiesésük eléri a 30%-ot, illetve az összes üzemi árbevételük 15%-ától nagyobb mértékben csökken. Megkezdődött a kukorica betakarítása, viszonylag még kis területet takarítottak be, de azon a területen 24 mázsás termés átlag jött ki, ami a tavalyi 90-100 mázsához viszonyítva jelentős terméskiesést mutat. Hasonló helyzet a burgonya esetében. A burgonyánál a tudomásunk szerint 120 mázsás betakarítási termés átlag mutatkozik, a tavalyi 200 mázsához viszonyítva. Azok a gazdák, akik befizettek a kárenyhítési alapba, kártérítést is kaphatnak. Ez utóbbit azonban csak abban az esetben, ha a földművelősügyi miniszter 2015. október 31-ig közleményben aszály sújtotta területén nyilvánítja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.